napot kívánok számára! Hát örülök, hogy köszönöm a tanárnőnek. Egy tanár, kettő mondom. Akkor elnézést kérek, akkor tönt is szeretettel köszönöm. És tényleg nagyon örülök, hogy itt vannak, meg nagyon örülök nektek, hogy eljöttetek, és abban bízom, hogy lesz egy szép napotok Budapesten. Amikor tavaly azon gondolkodtunk, hogy milyen programokat hirdessünk meg erre az évre, akkor azt gondoltuk, hogy most mindenképpen olyan valamit szeretnénk csinálni, amit korábban még nem. Korábban is azért fiataloknak, gyerekeknek voltak rendezvényeink, de most kimondottan azt gondoltuk, hogy két megyére szeretnénk koncentrálni, és két olyan megyére, amelyik viszonylag távol esik Budapesttől, és talán így ebből a budapesti forgatagból, meg diplomáciából, meg nemzetközi kapcsolatokból is oda kevesebb jut. És ha már van egy lehetőség arra, hogy ott is megforduljunk, akkor most csak erre az ország részre koncentráljunk, úgyhogy így lett az a program, amiben aztán ti is részt vettetek, és nem csak részt vettetek, hanem megismertétek. Úgyhogy nekem az első dolgom az, hogy szívből gratuláljak mindannyiótoknak, különösen Simkó Kornélnak. Mert elolvastam az eszédet, amit írtál, és én nekem nem volt közöm a bíráló bizottsághoz. Az Edina talán benne volt. Na, de nagyon érdekelt, hogy mivel lehetett ezt a versenyt megnyerni. És nem tudom, hogy az osztálytársaid olvasták-e az eszédet. Olvasták? Na hát akkor nem kell nagyon elmesélnem, de hát azért hát ha a teremben ülők közül nem mindenki olvasta ezt az eszét. Nekem nagyon tetszett, hogy Kornél hogy rakta össze az Európai Uniót. Ő úgy rakta össze, szerintem a legokosabb és legemberközelébb módon, és bár az Unió tényleg ilyen lenne, ahogyan te elképzelted, hogy ahogy az ő élete elkezdődött egy közösségben. Hogy az osztálytársaival, amikor először találkozott, hát akkor ugye csak egy-két emberrel volt jóba, aztán lett egy kis mag, aztán arra, ahhoz jöttek még más gyerekek is, és akkor ők már itt egy kis közösségként, és ő úgy írja, hogy ugye lett egy csapat, aztán még összekovácsolódott, és tulajdonképpen már egy unió is lett belőlük, és hogy ő valahol így képzelte kicsiként is már az Európai Uniót, ahol, és akkor most tőle idézek, ahol segítettünk egymásnak, ahol munka volt, és szórakozás is, jó társaságban. No, már ebben is benne van, hogy az Unió attól jó, attól működik, hogy emberekből áll, embereknek a közösségeiből, ahol együtt lehet tevékenykedni, dolgozni, ahogy Kornél is írja, és amellett persze jól is érezni magatokat, egy jó társaság tud kialakulni. És utána leírja azt, hogy mi mindent gondolt, hogy talán hogy nézhet ki az Unió, mikor kicsi volt, és aztán mikor nagyobb lett, akkor aztán mit látott. És ő úgy fogalmazza meg, hogy számára az Unió a szabadságot, biztonságot, tanulást, sportot és megélhetést jelenti. Na hát ezek nagyon szép gondolatok, és pont mikor ezt így végigolvastam, akkor azért az jutott eszembe, hogy hát nekünk akkor, akik tényleg ezzel foglalkozunk itt a külügyminisztériumban jó sokan, meg hát az mi kollégáink a 28 tagállamban, akkor azért nagy felelősség nyugszik a vállunkon, hogyha gyerekek azt gondolják, hogy ez az Európai Uniónak mindezt biztosítania kell számukra, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mi hogy is tevékenykedünk. És hát jó lenne, hogyha az Unió mindezt valóban tudná nyújtani. Hát persze a való világ az egy picit kevésbé tudja mindezt megtenni, de hozzá tud segíteni. És hogyha mi a magunk szintjén, a mi iskolánkban, vagy kis közösségünkben, otthon, ott, ahol lakunk, abban a faluban vagy városban dolgozunk, és együtt teszünk dolgokat, akkor mindezt, amit Kornél is ír, azt el is tudjuk érni, és ugyanezt
nagyobb keretek között, egy ország keretei között, illetve egy még nagyobb közösség, mutatni az Európai Unió keretei között, és akkor ezt meg kell tudnunk valósítani. Hogyha ez nekem is egy jó lecke, hogy minden percemben azért ezt tartsam szem előtt, hogy amit teszünk, azt ennek érdekében tegyük, hogy ti valóban így lássátok az Európai Uniót, és ne csalatkozzatok benne. Köszönöm. 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 Köszönöm.